Debrecen ellen még soha nem játszottam, ugye rengeteg szép emléket érzek, és rengeteg sok évet töltöttem a Lokinál, de a Loki ellen még nem sikerült játszani, ez volt az első igaz kupa meccsen, de ez volt az első. Ugye 4-0-ra kikaptunk, nem mi voltunk az esélyesebbek, úgy érzem, hogy talán reális eredmény is született, ugye próbáltuk úgy csinálni, hogy azért pozitív élményekkel jöjjünk le a pályáról. Szerintem ez megtörtént, főleg a fiataloknak, akik játszottak egy NB1-es csapat ellen, ugye főleg a Loki ellen. Szóval úgy mondom, hogy örülünk, hogy idáig eljutottunk, a sorsolás előtt is azt beszéltük, hogy akkor kapjunk majd NB1-es csapatot. Ha már idáig eljutottunk, ugye ez megtörtént, sajnos most kiestünk, de szerintem ebből tanulunk majd a hétvégi meccsre az Eger ellen, és ha úgy fogunk legalább védekezni, mint most, akkor úgy érzem, hogy már pozitív élményekkel és pozitív dolgokkal hagytuk el most a pályát. És a pályán az mennyire volt furcsa, hogy tényleg azzal a mezzel mentél szembe, amivel hosszú éveket játszottál? Nagyon fura volt, ugye sokan mondták, hogy nehogy átévezzem a passzokat, ugye nehogy a piros csapatnak adjam a labdát. Voltak ismerősök, rengeteg volt olyan, akit nem ismerek, de örülök, hogy tudtam a Loki-jel játszani így mostanság. Remélem még azért összejön, hogy a Loki ellen tudok játszani akár kupába, akár bajnokságba, és akkor nyerni is tudunk ellenük. És a szurkolók sem feledkeztek meg rólad, hogy a te nevedet is skandálták, az milyen érzés volt? Igen, nagyon jó érzés volt, ugye ez mindig jó érzés egy játékosnak, ha úgy megy el egy klubtól, hogy emlékeznek rá, és főleg a B-közép skandálja a nevét pozitív értelembe. Szerencsére. Nagyon örültem neki, nagyon meghatódtam, és köszönöm szépen nekik, hogy ezért ezt megcsinálták, és értették a nevemet, és hogy nem felejtettek el, és remélem nem is fognak. Furcsa egyébként téged az NB3-as Dac mezében látni, ugye ebből a szempontból, hogy még korban azért simán el tudnak téged képzelni az ember az NB1-ben, ugye nemrég még légiós voltál, magyar válogatott. Miért döntöttél úgy, hogy végülis az NB3-ban folytatod? Hát ugye ezt is többször már kérdezték, már tényleg is többször is mondtam, hogy ennek több oka is volt. Ugye a gyerek születése is sokat közrejátszott, beszélgettük sokat, beszéltünk a feleségemmel, és mérlegeltünk is rengeteget, hogy mi legyen a jó döntés. Arra jutottunk, hogy nem nagyon szeretnénk Debrecent úgy majd elhagyni messzire, ahová költözni kéne. Ugye, ahogy még mondod, a korban benne vagyok, ugye 34 éves leszek, azért van előttem még 1-2 év, ezt tudtuk mi is. Azt is tudtuk, hogy nem 10 év van előttem, nem 5, hanem azért kevesebb NB1-be. Így mérlegeltünk, döntöttünk, és úgy döntöttünk, hogy akkor a Deacot fogjuk választani. És hogy érzed itt magad egyébként? Nagyon jól érzem, tényleg egy kis családias hangulat. Annak ellenére, hogy NB3-ba játszunk, elég profi körülmények vannak, és elég profi színen kezelik ezt a klubot. Ugye sokan azt mondják, hogy egyetemi csapat, de azért így is van, ugye egyetemi csapat, de azért, ahogy mondtam, profi szinten kezdik, és nem úgy kell elképzelni, hogy az egyetemről beesnek a gyerekek és heti egyedzés, hanem rendesen napi egyedzésünk van, hétvégén mérkőzések, és tényleg professzionális a körülmény. És még a végén, hogy itt mik a céljaid a Deacban? Hát ugye voltam már, akivel már mindent megnyertem ugye Magyarországon, NB1-et, NB2-t, NB3-t még sajtos nem sikerült megnyerni, azért remélem, hogy sikerülni fog az évben, vagy a jövő évben, vagy akármikor.